A szalvadori kormány közvetlenül tárgyalt az ország hírhet maffia bandáival, derítette ki az El Faro című helyi lap. Most már tudjuk, hogy nem egy közbiztonsági terv eredményességének volt köszönhető az erőszak hullám csökkenése, hanem a bandákkal kötött megállapodásnak, mondja az El Faro igazgatója. Ez azt jelenti, hogy a bandák kezében van a szalvadoriak élete. A bűnszervezetek felrúgták a kormánnyal kötött megállapodást egy márciusi hétvégén, amikor összecsapásokban 87 ember életét oltották ki. Azok az újságírók, akik híreket közölnek a bandákról, akár börtönbüntetést is kaphatnak. Az El Faro igazgatója szerint a szabad sajtó üldözése régóta tart. Csak az én szervezetemben 22 újságírót hallgatnak le Pegazusszal, mondja Carlos Dada. Másfél éve vádolnak minket bűncselekmények elkövetésével, terroristákkal, szövetkezéssel, adócsalással és számüzetésben is vannak újságírók, akiket Bukele megfenyegetett. Amikor Nayib Bukele pártja átvette a törvényhozó nemzetgyűlés irányítását, az összes bírót leváltották a legfelsőbb bíróság alkotmányos kamarájában, mondja tudósítónk. Ez az intézkedés előrevetítette az államfő új irányvonalát. Az igazságszolgáltatásban végrehajtott radikális személycserék nagyban hozzájárultak a közép-amerikai ország demokratikus berendezkedésének leépítéséhez. Az El Salvadori két fő bűnözői csoportnak becslések szerint 70 000 tagja van.